Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, jöjjenek a karakterek, amik erősek, de te nem tudtál róla című videósorozat, van már egy videóm Equinoxról, ami ebbe a kategóriába esik, Hydroidról, továbbá Voltról, ha kíváncsi vagy rájuk, akkor ugorj el a csatornámra, csekkold le, és továbbá dobja feliratkozást is, ha már ott vagy, és a mostani videóban Nézáról lesz szó. Nos, mikor először megjelent a Néza, akkor ugye a sortiban lehetett megszerezni, na most a sortiban random dobált régen bármit, úgyhogy a Néza egy olyan karakter volt, ami macera volt megszerezni, mert minden nap sortiznot kellett, aztán vagy dobja, vagy nem az alkatrészét, ezért lehetett vele kereskedni, és egész jó árban lehetett megkapni a Nézát, tehát ilyen 100 platokért árulgatták a Nézát akkoriban. Úgyhogy én úgy döntöttem, talán ő volt a második karakterem az összes közül, amit jelenleg ott láttok, vagyis mert meg is van az összes karakter, de ő volt a második olyan, akiért platot adtam ki, 300 akárhány platba került, az első olyan karakterem, amiért még platot voltam kénytelen kiadni, nem direkt, az a Chroma volt, mert amikor csináltam neki a küldetését, véletlenül kitöröltem a készízt, és hát ugye nem lehetett újra megszerezni, úgyhogy kénytelen voltam megvenni Chromát platér, mert hogy nem tudtam legyártani. És a második karakter, amire úgy esett, hogy platot fogok kiadni, ez a Néza volt, mert egyszerűen azt mondtam, hogy arra a randomságra, amit a sortiban van, én nem, tehát nem fogok várni arra, hogy a Nézát kifarmoljam, ráadásul naponta csak egyszer lehetett menni régebben, úgyhogy kiadtam platot egyrészt azért, hogy nektek bemutathassam anno. Nos, és amikor kijött anno az a videó, hogy bemutassam Nézát, azt mondtam rá, hogy ráfér a rework, vagyis hát ráférne egy-két módosítás a Nézára, hogy egy kicsit használhatóbb legyen ez a karakter, de mindenki úgy volt vele nagyjából a Warframe közösségben, hogy ráférne az a kis módosítás. És hát nemrég ugye újra így kézbe vettem, lássuk csak, hogy van ez a Néza dolog, és ez is egy olyan karakterré vált a Warframe communityben, ami szépen lassan beépül a Warframe-esek tudatába, mondhatni úgy, és ő is egy olyan szeretem, nem szeretem karakter, tehát nagy csaták vannak körülötte, hogy nagyon jó, nagy csaták vannak a körül, hogy egyáltalán nem jó semmire, és szóval így az emberek ezen is szeretnek vitatkozni, hogy a Néza jó-e vagy nem jó. Én azt az elvet szeretem valami, hogy Warframe-ben mindegyik karakter jó, és mindig karakter nagyon jól tudja végezni azt a feladatot, amire elviszed és megcsinálja. Szóval csak egy kicsit ugye törődni van, kell vele. Egyes karakterekre kevésbé kell törődni, Inaros, más karakterekkel pedig jobban kell törődni. Tegyük fel egy Néza, akár egy Valkür is, mert például egy Valkür akármilyen erős, sok figyelmet kell rá szentelni ahhoz, hogy olyan erőssé váljon. És a Néza is egy olyan karakter, amivel nem feltétlenül úgy kell oda rá figyelni, hogy így forma ilyen modok, hanem inkább a játék stílusa az, ami meghatározza, illetve a te játék kultúrád az, ami meghatározza azt, hogy szeretni fogod ezt a karaktert vagy sem. Tehát, hogyha az a fajta játékos vagy, aki úgy szeret végigmenni az enemén, hogy beáll egy helybe, és az enemi oda megy, és két napig üti, és még mindig nem ment le 100 HP-ja, tehát gondolj itt egy Chroma, Inaros, Valkür, bármi más, ami ilyen tankos karakter, szereted a kényelmet, hogy így végig sétál az eneminél, és ne nagyon kelljen vele törődni, akkor a Néza az nem feltétlenül lesz a te karaktered. Úgy gondolom, hogy a Néza, akármilyen erőse modolod ki, az a karakter beesik be, amivel oda kell egy kicsit figyelni, mozogni kell, nem megállni egy helyben, és hogyha mindezt megfeleljük egy modolással, rájövünk arra, hogy a Néza is nagyon is tud kényelmes lenni. Nos, a Nézát sokszor a Rhinohoz hasonlítják, őszintén megvalva azt gondolom, hogy a Rhino jelenleg az augment módjainak köszönhetően jobban végzi a dolgát. És hogyha a Néza is kapna valami hasonló augment modokat idővel, akkor szerintem kiváló, ugyanolyan kiváló karakter lehetne, mint a Rhino. Félreértés ne essék. Tehát eddig meghallgattátok a videó, félreértés ne essék. A Néza, megint csak mondom, egy olyan karakter, ami erős, de te nem tudtál róla című történet.
Ami egyedüli, ami fixet csinálnék a nézával, az, hogy az ultiában, amikor elkapcsolja az ultiát, van egy animációs, amikor véget ér az ultia, van egy újabb animáció. Azt az újabb animációt, amikor véget ér az ulti, azt kivenném. Ennyit módosítanék a nézán, azért, mert sokszor, hogyha elkapcsolod az ultidat, és játszol, lősz, stb. Leer az ultid, és pont rosszkor elkezdi csinálni az animációt, az nem feltétlenül jön ki mindig jól. Nos, de hogy ne ott üljön a néző és pihenjen a polcodon, ezért sokszor játékosok szoktak csinálni ilyen erőbildet a nézára, hogy menjen és daráljon. Olyat is lehet, nincs vele semmi baj, csak úgy gondolom, hogy elveszi a lelkét a nézának az, hogy egy ulti erőbildet csinálunk, és akkor másra nem jó, csak enemy damage-elésére, mert hogy a néza úgy gondolom, hogy sokkal jobban ki tud teljesedni, elsősorban, hogyha egy kardozós karakter tud lenni, amivel közel kerülünk az enemyhez, és úgy döntjük le a lábáról, továbbá még jobban ki tudtán teljesedni, hogyha egy tömegszabályozó faktor tudunk csinálni, olyan pályákon, olyan terepeken, ahol egy ilyen nyíltabb terep van, hogy átlássuk a terepet, és akkor meglátjuk, hogy elképesztő mennyiségű enemit fel tud tartani, hogyha netán úgy van kimodolva, hogy crowd controlra, vagyis tömegszabályozásra. Srácok, többet nagyon nem is húznám az időt. Én azt mondom, hogy a néza azon kevesebb karakterek egyike, hogyha nincsen kedved elmenni farmolni esetleg egy inarosz, vagy akármit, vagy olcsón akarsz hozzájutni warframe-ekhez, akkor a néza például a Wukong mellett a dojo-ban egy olyan warframe, amit el kell menni, ki kell venni, mert kiválóan elvégzi a munkát, sőt azon túl is, hogyha szeretnéd, de mindenképp kiválóan elvégzi a munkát addig, ameddig meg nem szerzed az általad, a te játék stílusodnak legjobban megfelelő karaktert. Ám viszont ugye, ha mégis egy kicsit ragaszkodsz hozzá, adsz neki egy pár óra játékidőt a nézának, a nézával kénytelen leszel, és megtanít egy olyan játékstílusban, egy folyamatos mozgásban, egy kis parkürt megtanít a Warframe-en belül, ami szerintem nagyon fontos ahhoz, hogy egy jobb játékossá váljál. És ez a néző ezzel rávezethet, hogy őszinte legyek. Nos, további nélkül, hát jöjjön a modolása, én ezeket találtam ki rá, és nekem az én játékstílusomnak több, mint elég, és nagyon-nagyon sokáig bírtam vele, akárhova mentem. És rátérve a nézára, hogy van ez a szeret-nem szeret kategória, egy ilyen módolásokat találtam ki rá, és nem hiába mondtam, hogy egy néző, ez ilyen Rino kombó is lehetne, tehát ilyen az ellenpéldája Rino-nak, vagy a nem tudom, tehát így nem szeretik egymást, mert ugyanazt tudják, mi történet. Csináltam egy úgynevezett Survivor nézát. Lehetne több formát is rakni bele, nem nagyon éreztem szükségét egyelőre, ki tudja. Amiben van private flow-om és private continuity-om, tehát csináltam egy balanszt az effektivitás és duration között. Nem feltétlenül azért, hogy a hármas képessége jól bír, hanem inkább azért, mivel hogy ez egy kardozós build, inkább azért, hogy az egyes képesség sokáig bírja, tehát sokáig tudja bírni az egyes képességgel, és ha megnézitek, nagyjából energy per second 1,94 egy primer flow-val, ez teljesen fenntartható, mivel rohadt sok energiája van nézának, és ugye a Warding Halo 3000-et nyel el, ami megfelelően erős arra, hogy a nézát egy kardozós, közelharci karakterré tudja tenni, és miközben mindezt csinálja, az egyes képessége folyamatába be legyen kapcsolva, addig, ameddig egy olyan pontig el nem ér, ugye, hogy ki kell kapcsolni, hogy feltöltődj energiával, de hogyha be van kapcsolva az a bizonyos egyes képesség, ugye, az azon kívül, hogy eléggé jól sebzi az elemét, de ami lényegesebb és még fontosabb, amit mondom, hogy kell a Warframe-be, a mai Warframe-be, az a tömegszabályozás, és megvan az a minimalisztikus tömegszabályozása a nézának azzal, hogy legalább a hátát, amerre elmegy, a hátát lefedi, mert belesétál az enemi, elkezd égni, stb. És akkor legalább hátulról nem éri nagyon támadás. Ezáltal kisegítve, hogy a harmadik képességét, ezt a Warding Halo-t, hogy jobban tudjon védekezni, hogyha esetleg hátulról, legalább hátulról nem kap lövést.
Nos, ezért volna érdemes szinte megfontolni, ránézni, kipróbálni. Amúgy nagyon szívesen, ha van kedvetek, írjátok le, hogy milyen néza bildeket hoztatok össze, én szívesen kipróbálom, hogyha valamelyikben látok valami és mint ami megegyezik az én játék stílusommal. A következő modolásom az egy ilyen Rhino stompos modolás, mondhatni így, max effektivitás, max range, semmi extra. Tehát egyszer arra van, hogy nagy távon, vagyis nagy széles körben felszúrd az enemit. Gyakorlatilag inkább egy ilyen infested build, hogy őszinte legyek, amikor egy nagy területeken látod is, hogy honnan jön nagyjából az enemy, felszúrod őket, és közéjük lősz, szétrobbantod őket, és mehet tovább a party. Tehát egy ilyen max ranges, crowd controlos valamiről van szó. Nos, ez lett volna a néza, röviden, tömören, ezt gondoltam. Ez is egy olyan karakter, amit szívesen kiszedünk a klánból most már, ugye, hogy nem a szortidói, hogy kiszedjük a klánból, és így állunk, és így nézzük, mi a rákot lehet vele kezdeni. Vannak egyesek, akik nagyon szeretik, mert ők így nagyon megtalálták benne magukat, de így ez is egy olyan karakter, ami játékosok kevésbé hajlamosak választani, mert hogy vannak olyanok, akik jobban végzik esetleg a feladatukat, de ha úgy egy kicsit figyelmet oda szentelünk, akkor tökéletesen elvégzik azt a feladatot, mint a többi Warframe is, akit eddig megszoktunk. Nos, srácok, köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot a következő videóig. Sziasztok!